fontos, hogyha most egy közeli célt nézünk, hogy megmutassuk azt, hogy Magyarország területén, Magyarország keretein belül milyen létszámmal vagyunk. És ezt azért fontos megmutatni, mert hát a 20. századi történelem gyakorlatilag aláásta azt, hogy egy nemzetiség, nem csak a német, hanem egyáltalán a nemzetiségek megvallják származásukat, és ennek nagyon lassú a felépülési szakasza. És hogyha az elmúlt három népszámlálást így visszamenőleg megnézem, akkor mindig növekedett, és nem is kicsivel kétszeresére, háromszorására nőtt azoknak a száma, akik a német nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, és én azt gondolom, hogy emögött egy tudatos vállalás van, és ez egy tudatos munka eredménye, hogy az emberek ezt vállalják. Tehát tulajdonképpen annak is igazolása, hogy az országos német önkormányzat és mindenki, aki ezen a területen dolgozik, mennyit tesz azért, hogy tudatossá váljon ez a vállalás a fiatalabb korosztály részéről. Természetesen sok intézményünk van, óvodánk, általános iskolánk, kulturális intézmények, és minél inkább igazolni tudjuk azt, hogy már hányan vagyunk, milyen sokan vagyunk, annál inkább létjogosultsága van azoknak a törekvéseknek, ami a kultúránk, az oktatásunk fejlesztésére, megerősítésére szolgál. Tehát sok összetevője van. Nyilvánvalóan a kisebb településeken, egyszerűen a közösség erejénél fogva, nagyobb településeken vagy nagyobb városokban, ott is van egy mag, mert azért ahol egy helyi német önkormányzat működik, ők azért garanciái annak, hogy van ilyen jellegű tevékenység, de ahhoz, hogy az egész települést megmozgassa, az nyilvánvalóan csak kisebb helyeken van. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyobb település, mint például Pécs, vagy akár Budapest vagy Pilisvörösvár, tehát sok ilyen települést tudnék mondani, ahol az oktatási intézmények veszik át jobbára ezt a szerepet, és a helyi német önkormányzat mellett olyan hagyományápolási, vagy hagyományteremtő eseményeket szerveznek, programokat szerveznek, amivel egy kicsit visszacsempészik azt, amit azok, akik most a nagyvárosban élnek, mondjuk otthonról, a kisebb településekről hoznak. De mindenképpen azt gondolom, hogy egy picit egyszerűbb dolga van a kisebb településeken élőknek. 2024-ben lesz a legközelebbi nemzetiségi választás, a kommunális választásokkal egy időben, amikor is helyi német önkormányzat tud megalakulni azokon a településeken, ahol eddig nem volt. Ennek viszont az a feltétele, hogy azon az adott településen az azt megelőző népszámláláson legalább 25-en vallják magukat az adott nemzetiséghez, tehát jelen esetben a németséghez tartozónak. Tehát most erős propagandát kell kifejteni, illetve hát előre kell gondolkodniuk azoknak a településeknek, akik két év múlva tervezik egy önkormányzat megalakítását. Mint ahogy Kővágószőlősön is ez történt, ők megkerestek engem augusztusban, hogy szeretnének két év múlva, és hogyha ez a népszámlálással összefügg, akkor eljönnék-e tájékoztatni az érdeklődőket, és ez meg is történt szeptember végén, szerveztek egy nagyszabású nívós rendezvényt, kulturális rendezvényt, ahova elmentem, és akkor tulajdonképpen itt ezekről a dolgokról beszélgettünk. Tehát ők most jó úton haladnak afelé, hogy ezt két év múlva majd meg tudják valósítani. Hát az országos önkormányzat nem szólhat bele, a kisebb önkormányzatok, sem a megyei, sem a települési önkormányzatok munkájába. Nincs köztünk függőségi viszony, tehát nincs köztünk aláfölé rendeltségi viszony. Ez két külön választási procedúra, akkor is, hogyha ugyanazon alkalommal történik. Az országos önkormányzat közgyűlési tagjai az egész ország területéről vannak, tehát minden területet képviselünk, viszont a helyiek azok önállóak. Amit mi azért szem előtt tartunk, és egyfajta erkölcsi kötelességünknek tartunk, az az ő támogatásuk szakmailag, ha kérik, ha szükségük van rá, szervezünk képzéseket, továbbképzéseket a helyi önkormányzati képviselőknek, illetve hát ha tanácsra szorulnak, akkor természetesen fordulhatnak hozzánk, akár jogi, akár szakmai, bármilyen területen, és ez elég gyakran elő is fordul. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy
hogy újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy nincs hatáskörünk a településeken. Tehát nem tudjuk helyettük megoldani a problémákat, mert tanácsot tudunk adni, de nekik kell azt kijárni, vagy elrendezni, hogyha problémás ügyek vannak. Ugye nagyon sokszor azoknál van, ahol a helyi német önkormányzat fenntart intézményt. Összesen 67 intézményt tartanak fenn helyi önkormányzatok, és azért ők sokszor fordulnak kérdéssel hozzánk. Van egy pedagógiai módszertani központunk, szakmailag ők támogatják ezt a 67 intézményt, hogy a rendben legyenek a pedagógiai program szakmai dokumentumok, hiszen nem biztos, hogy oktatási szakember van abban a német önkormányzatban, illetve a jogszabály az úgy rendelkezik, hogy a helyi települési önkormányzatnak a gazdálkodási szerve végzi az ő gazdálkodásukat is, és a jegyző a felelős az ő jogszerű működésükért. A miniszterelnökség által kiírt nemzetiségi, kulturális, civil szervezetek számára kiírt pályázatokat minden önkormányzat önmaga pályázza, nem is szeretnénk ebbe belefolyni, hiszen ők ismerik a saját szükségleteiket, mire lenne szükségük. Ami viszont országos német önkormányzat által megjelenő pályázat, azok a német belügyminisztérium által támogatott pályázatok, azokat mi írjuk ki a települési német önkormányzatoknak, vagy intézményeknek, kulturális oktatási intézményeknek, és azt ők akkor nálunk pályázzák meg. Ilyen például a tanösvény projekt, amit a településiek az országos német önkormányzatnál pályázhatnak meg, de ezek, mondom, német belügyminisztériumi pénzekből finanszírozottak. Én azt gondolom, hogy országosan nagyon-nagyon aktívak. Baranyában, ugye minden területen van egy úgynevezett regionális irodája az országos német önkormányzatnak itt Baranyában is, és a regionális irodavezetővel van nekünk közvetlen kapcsolatunk, akinek viszont a hozzátartozó pár száz, több mint száz német önkormányzattal, és hát azokból a meghívásokból, amiket Baranyából is kapok rendezvényekre, meg az egyéb információimból is azt látom, hogy nagyon-nagyon aktív az élet kulturális téren is, de nagyon-nagyon sok más olyan rendezvény van, ami a hagyományápoláshoz kötődik, vagy nyelvi. Például Himesházán volt a Fuldai falvak találkozója, ami gyakorlatilag a nyelvjárás kapcsán összetartozó falvak találkozója volt. Most az idén a magyarországi németek betelepítésének a 300. évfordulója körül van nagyon sok rendezvény, tehát nagyon aktívak.